Szerbiában is tömegbalesetet okozhatott egy porvihar a Szabadka és Topolya közötti úton, ugyanis 14 jármű ütközött össze. A balesetet szenvedett járművek között egy pótkocsis teherautó is volt. A szerb rendőrség tájékoztatása szerint a balesetnek nincs halálos áldozata, de 7 embert kórházba kellett szállítani. Bár a helyszínen is még tart, az eddigi adatok alapján a balesethez köze lehet az erős szélnek és az emiatt jelentősen leromlott látási viszonyoknak.